egy érdekesnek mondható történettel fogunk foglalkozni. Olyan szempontból, hogy kicsit elkanyarodunk Magyarországtól, és kimegyünk a határainkon túlra. Megnézzük, hogy a határon túli magyarsággal mi a helyzet a II. Világháborút követően. Hát először is nézzük meg, hogy milyen népmozgások vannak. Nyilván ezt már a ások egyszer látták, a bések még nyilván nem tűnt fel nekik, még nem láthatták. Ugye alapvetően beszélnünk kell egy olyanról, hogy a Magyarországon elég sokan, főleg akik féltek attól, hogy a kommunista befolyás az erős lesz Magyarországon, azok nyugatra menekülnek, Amerikába tűnnek el, illetve nyilván nyugatibb területeket keresnek, pontosan azért, mert nem tudják, mire számíthatnak itthon. Van egy hazaköltözés a környező országokból, nem sokára jól fogunk is beszélni, hogy ez mennyire önkéntes és mennyire direkt, és mennyire kényszerített természetesen. Magyarországon a németeket kitelepítik. Ugye erről már egy picit beszéltünk annak idején, amikor a II. Világháború véget ért, hogy a németeket úgynevezett kollektív bűnösséggel vádolták, azaz az egész német népet lefogták a II. Világháborút, és ennek köszönhetően büntetésképpen kitoloncolták őket egy csomó országból, jogfosztottá váltak, és el kellett hagyniuk az országot is a Németországba menniük. Magyarországon is van erre példa, svábokat telepítenek ki elsősorban Magyarországról, több faluban is ez sajnálatos módon előforduló történés volt. És hát amiről majd fogunk beszélni, a csehszlovák-magyar lakosságcsere program, ami hát egy történelemben párját ritkító történet lesz, amit a magyarok úgymond egyébként a helyzet mentéséért hoznak létre. Hát íme egy-két költöztetett család innen-onnan, amonnan költözik őket, őket valószínűleg éppen Csehszlovákiába költözik Magyarország irányába. Itt pedig Magyarországról Csehszlovákia irányába, hát egy kicsit több lehetőséget adott a magyar fél az itt élő szlovákoknak, mint a másik oldal az ott élő magyaroknak. Nézzük is akkor meg Csehszlovákiával, mi ezt a helyzet, miért is beszéltünk először is. Hát kell keresnünk egy úriembert, hát ha úriembernek lehet őt nevezni, aki ebben az egészben hát az egyik főrudas volt, legalábbis ő vitte magával a politikai fákját. Őt Eduard Benesnek hívták, aki hát azt mondja, hogy Csehország, vagy Csehszlovákia, a csehszlovák oké, nem kellnek nemzetiségek, elegendő az a három, ami van nekik, ugye a csehek, morvák, illetve a szlovákok, és akkor úgy is gondolja, hogy a felvidék az nyilván szlovák nemzetiségi terület legyen, Csehország pedig cseh nemzetiségi terület, a morvák meg ott a Morva medencében elférnek. Más nekik nem kell, tehát se német, se lengyel, se magyar. Legfőképpen német meg magyar, az semmiképpen nem, említsük, nem is szlávok. Ezért aztán ők is kimondják a kollektív bűnösséget, de nem csak a németek, hanem a magyarokra is. Ők azt mondják, hogy a magyarok ugyanúgy tehetnek a II. Világháború, a magyarok ugyanúgy tehetnek a bécsi döntésekről, a magyarok bűnösök ebben a kérdésben, és a magyarokat meg kell büntetni, el kell tüntetni őket ebből az országból. Ugye a kollektív bűnösség, még egyszer mondanám, egy népcsoport megbüntetése a II. Világháborúért. Na most, ez Eduard Beneš, aki ekkor Csehszlovákia miniszterelnöke volt, vagy pártelnöke, nem is tudom pontosan minek neveznem, ő Kassán mondja ki a úgynevezett kassai programot, ami tartalmazza az elhírhett Beneš dekrétumokat, amely kimondja, hogy a magyarokat megfosztják a jogaiktól, a magyar iskolákat be kell zárni, megfosztják a magyarokat a csehszlovák állampolgárságuktól, egy szóval mindentől, ami esetlegesen odahozhatja őket. Egyébként az, hogy a csehszlovák állampolgárságuktól megfosztják őket, ezzel elérik azt is, hogy semmilyen állami kedvezményt nem kapnak, például nyugdíjat sem, tehát nyilvánvalóan ez az egy probléma, plusz kirúgják őket a különböző állami munkahelyekről, tehát munkaerő hiányban is szenvednek a magyarok, és hát nem kapnak túl jó állásokat. Azért hozzá kell még azt is tenni, hogy Szlovákiában mind a mai napig vannak hasonló törvények, ugye a legutóbb Fico hozott egy olyan törvényt, amikor a magyarok bevezették a kettős állampolgárság törvényét, hogy hát bizony Szlovákiában nincsen olyan, hogy kettős állampolgárság, valaki vagy szlovák, vagy más országhoz tagja, így aztán egyébként a komplett jégkorong válogatottat elvesztették, hiszen ők az NHL-ben játszanak, és mindenki kanadai, meg amerikai felesége van, és kettős állampolgárnak minősülnek, hát mindegyik amerikai, meg kanadai lett. Na most térjünk vissza ide a 1940-es évek második felére.
amikor a magyarok teljesen jogfosztottak lettek. Egyébként Edvard Benesnek a terve az volt, hogy 200 ezer magyart fog esetlegesen kitenni Csehszlovákiából. Hozzá kell tennem, hogy mind a mai napig egyébként ott azért ennél jóval több magyar él. Hát a kérdés, hogy mennyien vallják be magukat magyarnak jelen pillanatban, egy népszámláláskor. Az, hogy ez nem történik meg, hogy ezeket a magyarokat kiűzik, azt az Egyesült Államoknak köszönhetjük, aki megakadályozza, hogy a Párizs környéki békékbe ezt benfoglaltatik, hogy a magyarokat űzzék ki Csehszlovákiából. Így aztán csak 50 ezer magyar lesz az, akit hát kényszer hatására ki fognak dobni, úgymond, az országból. Amikor ez elkezdődik és megtörténik ez a történet, akkor a magyar kormány köszönhető, hogy már ott is a kommunizmusnak a szimpátiája megjelenik, és Magyarországon is egyre inkább kommunistává válik az ország. Szóval fellépnek a pártvezetők, és végül kitalálják a csehszlovák-magyar lakosságcsere programot, amelynek a lényege, hogy amennyi szlovák vállalja azt, magyarországi szlovák, hogy önként áttelepül Szlovákiába, ugyanannyi magyart tehetnek ki a csehek. Hát most ez azért jóval kevesebb, mint amit ők, mire ők számítanak. Eleve nincs annyi szlovák Magyarországon, meg a legtöbb szlovák nem akar visszamenni, mert Csehszlovákiában rosszabb helyzetbe kerül, mint Magyarországon. Ennek köszönhetően csak a viszonylag rossz helyzetben lévő nyírségi és alföldi szlovák népek akarnak helyet változtatni. Őket egyébként Nyírség környékén érdekes módon a magyar nyelv tirpáknak nevezi. Szóval ők azok, akik esetlegesen átmennek a Csehszlovákiába, és ott letelepszenek, és helyettük jöhetnek vissza a magyarok. Ez nem olyan nagy szám egyébként, ahhoz képest, amit akartak. Nagyjából 40-50-60 ezer emberről beszélünk. Illetve nagyon sokan hazaköltöznek önként, mert nem tudják elviselni azt, azokat az atrocitásokat és problémákat, amelyek a csehszlovákok részéről érik a magyarokat. Most mi lesz azokkal, akik ott maradnak? Azokat megpróbálják elszlovákosítani. A következő lépés az, hogy az egytömbben élő magyarokat széttelepítik Csehszlovákia különböző részei, főleg szlovák oldalra, és ott megpróbálják beasszimilálni a szlovák közé. Ennek az egyik lépése az, hogy az, aki vállalja, hogy lemond a magyar állampolgárságáról, és fölveszélyezteti a csehszlovákat, az visszakapja. Hát ő itt Edvard Beneš, vagy Eduard Beneš, aki ezeket a dekrétumokat kihozta. Hát ha bemegyünk a Trianon Múzeumban, akkor Magyarország egyik fő ellenségének tekinti a Trianon Múzeum Eduard Beneš személyét. Íme a felvidéke kiköltözött magyar családok, biztosan háborús bűnösök, tehát így ránézése itt az összes biztosan háborús bűnös idézőjelbe téve. Gondolom, ezek a kisgyerek nem is éltek még a háború kirobbanásakor. És íme a kitelepítéskor. Hát innen, ha ezt most jól megnézem ezt a képet, akkor egyetlen egy olyan embert látok a képen, akinek valami köze lehetett nagyjából a háborúhoz, mondjuk maximum hármat, ugye, ezeket az urakat itt a háttérben, de hát még ők se nagy valószínűséggel vettek részt. De hát ugye látszik, azért felvidéki magyar településekről van szó, ugye azért ezt is érdemes megnézni, hogy a háttérben azért még magyar boltok is vannak. Menjünk egy másik vidékre, a Kárpátaljára. Annak idején Trianonnál azt gondolom, hogy meséltem egy bácsiról nektek, aki csináltak egy riportot valamikor a 90-es években, és hát ugye megkérdezték, hogy ő hát hogy éli meg ezeket a változásokat, és erre mondta ez a bácsi azt, hogy ő bizony 1900-as évek elején, akkor megszületett, akkor még magyarnak született Magyarországon, soha nem hagyta el a faluját egyébként egész élete során maximum kirándulni. Ott élt el az életét, magyarnak született, majd lett belőle csehszlovák. Aztán, amikor jöttek a bécsi döntések, akkor lett belőle megint magyar. Aztán utána a második világháború után lett belőle orosz, illetve szovjet, és jelen pillanatban ukrán. Úgy, hogy nem hagyta el a faluját, mert ott olyan határváltozások voltak az elmúlt 100 évben. Hát nézzük meg, mi lesz a Kárpátaljával. Kárpátalja a második világháború előtt Szlovákiához tartozott. Ugye emlékszünk, hogy Hortiék foglalják vissza egy fegyveres akcióval, ahol egyébként ellenállásban nem nagyon kell ütközniük, és akkor visszakerül Magyarországhoz. Na most a világháború után nem
Csehszlovákiához kerül, hanem a Szovjetunió terület, Kárpátalja, és az itt lévő magyarokat a szovjetek is megbüntetik, Málenki robotra fogják elhurcolni őket, ugyanúgy Magyarországon is sokakat, viszont itt elég nagy arányban hurcolják el a magyarokat, az ukránokat kevésbé nyilvánvalóan, és hát a Szovjetunió különböző pontjain dolgoztatják őket, ahonnan 1946-47 környékén tudnak majd csak hazajönni. Már aki adott ugyanúgy, mert van, aki meghal, van, aki pedig úgy dönt, hogy nem jön vissza a Kárpátaljára, hanem inkább beköltözik Magyarországra, mert hogy addigra hát az itt élő ukránok elfoglalták a házaikat. Gyakorlatilag az mondható, hogyha a magyar kisebbségeket, illetve Magyarország egykori lakosait nézzük, akkor talán Kárpátalján élnek a legrosszabb helyzetben, de ez annak is köszönhető, hogy jelen pillanatban az Ukrajnának a része és Ukrajnának a legszegényebb részéről beszélünk. Jugoszlávia. Mi van Jugoszláviával? Hát ugye a délvidéken is vannak magyarok. Hát a háború végén, ha valahol nem szerettem volna magyar lenni, az biztos, hogy a délvidék volt. Ugyanis a szerb partizánok 1944-től kezdve brutális népirtásba kezdtek a magyarok között. Ez egy bosszú volt az egykori magyar vajdasági mészállása, ami kb. 4500 szerbet mészároltunk le a magyar hadsereg. Ennek a válasz lépése volt ez a fajta bosszú. Hát egyes források szerint 3-4 ezer emberről van szó, akit lemészárolnak a szerbek, mások szerint 6-8-10 ezer emberről. Kitelepítik őket a településeikről, tehát sok magyar település szétszórnak a szerb partizánok, illetve a férfiakat, nőket is kínozzák, főleg a férfiakat, méghozzá nagyon kegyetlen kínzásokkal, lehet hol olvasni a Rubikon című történelmi folyóiratban, nem idézném fel, hogy mit és hogyan szedtek le a férfiakról, és miket találtak utánuk, illetve kényszermunkára kötelezik a magyarokat, nyilván kollektív bűnösség elvén, építsék újra Jugoszláviának bizonyos részeit, amit a magyarok hát pusztottak le még 1941-ben. Később egy picivel talán javul a magyarok helyzete. Ez annak köszönhető, hogy Tito Jugoszláviája szemben találja magát a Szovjet-Oroszországgal, és hát a Szovjetunióval nincsenek jóban, főleg Sztálin, ahogy emlékszünk, hogy Titót Sztálin láncos kutyájának is hívták, és ennek aztán lett a végeredménye, hogy a kisebbségek helyzetén javítottak méghozzá azért, mert az amerikaiakkal meg szimpatizáltak az amerikaiak, meg olyan népet nem támogatnak, ahol a kisebbségek el vannak nyomva, úgyhogy innentől fogva ez egy a délvidéken élő magyaroknak egy szerencsés fordulat, de azért nem azt jelenti, hogy nincsen bennük egyfajta magyar ellenesség. Érdekes módon ma már nem a szerbekben található ez meg, hanem inkább a horvát nacionalistákban. Hát jugoszláv partizánok a háború végén, a jó felsőt urak lesznek azok, akik mészárolják gyakorlatilag a magyarokat is. És íme a tisztogatás egy viszonylag szolidabb részlete. Románia. Mi a helyzet a Romániával és a romániai magyarokkal? Hát nem túl rózsás a romániai magyarok helyzete sem, nyilvánvalóan. 1944-től itt is megkezdődnek a brutális fellépések a magyarok ellen. Van egy olyan gárda, amit Maniu gárdának hívnak, amely hát jellemzően falvakat száll meg és mészárolja le a magyarokat, illetve kényszermunkára űzi őket. Na most ezt még a szovjetek sem nézik jó szemmel, tehát olyan mértékű a kegyetlenkedés, amit a szovjetek sem néznek jó szemmel, és hát ők lesznek az, akik közbelépnek, és fel fogják számolni a Maniu gárdát. Nagyon érdekes, hogy a szovjetek néha a magyar kisebbségeket megvédik. Romániában meg végképp, majd látni fogjuk, hogy azért itt van szerepe a szovjet vörös hadseregnek abban, hogy a magyar nemzetiség túlélte Romániában ezt az időszakot. Kimondanak egy román nemzetiségi rendeletet, ami hát megint csak párját ritkítja a világban, melyben kimondják, hogy a magyar, illetve a 100 férfiakat, mindegyiket internált táborokba kell zárni, mert hogy nem megbízható személyek. Tehát megszállt a Szovjet-Oroszország, felszabadította a Vörös Hadsereg Romániát, és meg Erdélyt, és az erdélyi magyar, illetve 100 férfiakat nem megbízható személynek titulálva internáló táborba rakják. Volt ilyen egyébként a világháború máskor is, mert például az amerikaiak is ezt csinálták a japánokkal Pearl Harbor után, de ez azért nem jellemző feltétlenül.
A másik pedig, hogy minden magyar kulturális szervezettől teljes vagyonelkobzást csinálnak a románok, ami szintén egy nemzetiségi rendeletben van megfogalmazva. Ezzel az lesz a gond, hogy a Romániában lévő magyar kulturális intézményeket, iskolákat, stb. Azt ezekből a pénzekből támogatták, Magyarországon keresztül egyébként sok esetben. És hát nyilván eznek a célja az volt, hogy elromanizálják, elrománosítsák a magyarokat Romániában. Attól, hogy nem tűnik el a romániai magyar kisebbség, erről aztán szovjetek tehetnek elsősorban, mert a szovjetek elég sok mindent megtettek azért, hogy a magyar kisebbség megmaradjon. Az egyik ilyen lépés volt, hogy 1952-ben létrejött a Magyar Autonóm Tartomány Románián belül, amely mondhatjuk, hogy egy ország az országban, ugye Székelyföldet tartalmazza elsősorban, és tényleg azért itt létre, hogy itt már tényleg ne legyen egyfajta kegyetlenkedés, aztán vissza is vesznek egyébként valamilyen szinten a románok, aztán majd jön Ceausescu és teljesen lenyomja a magyarokat. A másik a magyar iskolák, azok megmaradnak ebben az időszakban, illetve az egyház is természetesen működik, és nagyon jól működő egyház van Erdélyben. Székelyföldön pedig hát eléggé egységes a nép ahhoz, hogy az elrománosítás ellen föllépjenek. Hát ez itt a gyulafehérvári templom, ugye ma a világörökség része, látszik, hogy ez egy nagyon szép templom. Aztán Székelykapu, ugye tipikus jelképe a székelyeknek.